másod akartam adni, amit nem lehet soha pénzzel kapni. Valamit, ami emlékű marad. Valamit, ami szívből fakad. Így hát beleadtam eleget, sok jót, szépet és a szívemet. Hát szív nélkül az ajándék, csak egy egyszerű, jó szándék. Ezért megírtam a belsem, beleadtam szívem, lelkem. Ettől lett az ajándék. Nem csak szimpla jó szándék, hanem egy nagyszerű emlék. És amikor hallgatod, mosoly fakad a hatodon. Csókolom, pisikét kevesen. Szia, elment Fuzsival játszani. Köszönöm. Szia, boldog születésnapot. Köszönöm. Szia, sajnos nincs itt, hanem elment Agikába játszani, de neked boldog születésnapot. Köszönöm. Sietnünk kell, nehogy hamarabb éljen oda. Hol vannak a lufi? Ki hozta magával? Én ide tettem, de nincsenek itt. Akkor hol vannak? Nem tudom, sehol se látom őket. Keressük meg! Szia, nincs itthon, elment Gergővel játszani. Neked boldog születésnapot. Köszönöm. Szia, ó, a kis szülnapos. Isten eltesse Gáig, sajnos nincs a tudom, Fuzsi, elment Létivel játszani. Köszönöm. Szerintetek ülni fog a meglepetés bulinak? Biztosan már szívünk, lelkünket beletettük a meglepetésbe. Szerintem, amikor meglátja, mosoly fakad az arcán. Nem érem, nem hiszi az, hogy elfelejtettük a születésnapját és egyedül hagytuk. Szia, sajnos nincs itt van, elment játszani. Köszönöm. Megvannak a lufik. Ez az, végre! Csak van egy kis gond. Az, hogy összegabajodtak a lufik, és már nem szállnak. Ajaj, most mi legyen? Találjunk ki valamit. Csókolom. Picsikét kevesem. Szia, most nincs itt, ha nem ment játszani. Köszönöm. A tortát hoztátok? Igen, hoztuk. Anyukám eples kopta, sütött, mert adja a kedvet. Én láttam, nagyon szép lett. De hol van? A számlin a dobozban. A számlin? A dobozban? Milyen dobozban? A... Te ráültél? Nem tudtam, hogy ebrez torta van alatta. Hát ezt nem adhatjuk oda. Se baj. Úgy is lesz, más meglepetés. Sofi, keresem. Szia, sajnos nincs. Azt hittem, mert te is vagy. Nekem nem tudtak, hogy mennek játszani.
Ne szomorkodj, biztosan keresni fognak. Köszönöm. Ajjaj, otthon hagytam a hangszórót. Nem baj, itt a lányom. Oknom. Ágikát keresem. Szia, sajnos nincs. Isten éltesse sokáig. Biztosan hamarosan már keresnek téged a barátaid. Menj haza, hát ha már ott vannak. Köszönöm. Kiment érte? Ki szólt neki? Senki nem szólt neki. Biztos azt hiszi, hogy elfelejtettük a születésnapját, és egyedül hagytuk. Én te szaladok, és elhívom magamat. Rendben, siess! Sajnos nincs, de utólag véget is el akartak hívni. Várd meg őket. Hát jó. Szia. Már nagyon kerestünk. Gyere velünk, valami szuper játékot találtunk ki mála. Zsíből fakad. Így hát beleadtam eleget, sok jót, szépet és a szívemet. Mert szív nélkül a ajándék, csak egy egyszerű jó szándék. Ezért megírtam e versem, beleadtam szívem, lelkem. Ettől a szívemet, nem csak szív, a jó szándék. Nem egyszerű emlék. Mert a vasárnakon mesélt a feladat. Hogy mi a boldogság? Most elmesélem, ha ide ülsz mellém, szótlanul, szépen. Hunyd be a szemed, ne gondolj semmire. Figyelj a lelkednek rezdüléseire. A boldogságot mélyen te benned van. Most szunnyad éppen némán és hangtalan. Jelre vár, hogy kinyíljon, mint a virág, ébredő fény, melytől más lesz a világ. Boldogság, amikor másnak adni tudsz,
amikor békét hozol, nem szörnyű háborút. Nem mérlegelsz, segítesz, ha valaki kér, megosztod, ha asztalodon van kenyér. Mersz szeretni, hagyod, hogy szeressenek. Letörlöd az értet hullott könnyeket. Bízol, nyílt szívvel várod az új csodát. Egy versben, egy dalban. Ott a boldogság. A boldogságért néha szenvedni kell. Egyszer eljön, vedd hát észre, jól figyelj. Engedned kell, hogy szívedet mossa át, s kezedet megfogja egy igaz barát. Ne félj attól, hogy most talán sírni kell. Szívedből lassan eltűnik a teher. Hallgass szívverésed friss új dallamát. Kicsin csoda, de ez már a boldogság. Mi lenne, ha az életet nem években mérnénk, hanem boldog pillanatokban? A boldog pillanatokat pedig keresni, figyelni és észrevenni kell a mindennapokban. Bízunk benne, hogy az előző percek igazán boldog pillanatokat okoztak mindenkinek. Közel 30 gyerek töltötte be a színpadot, óvodástól iskolásig. Hetek óta készültünk erre. Vidámság, kreativitás, kacagás, izgalom, alkalmazkodó képesség, rugalmasság, probléma megoldás, komfortzóna kilépés, összhang és alkotás öröme mind benne volt ebben a néhány percben. A színpadon látott gyerekekben az a közös, hogy mindannyian a szakszolgálattal által ellátottak. Vannak, akik logopédiai terápiára, vannak, akik fejlesztő foglalkozásra, és vannak, akik tehetséggondozásra járnak. A mesét a szakalkalmazottak írták és alkalmazták színpadra. Ahogyan a gyerekek is mondták, valami olyasmit akarunk a mai nap adni, amit nem lehet soha pénzért kapni. Valamit, ami emlékül marad. Valamit, ami szívből fakad. Ezért is indult a nap a gyerekekkel, hiszen számunkra ők a legfontosabbak. Értük vagyunk, ők töltik be a napjainkat. Számunkra mindannyian egyediek és különlegesek. Ez a hét számunkra több szempontból is fontos és kiemelkedő, hiszen szakszolgálati hét van, de ez az idei, a Cigándi Tagintézménynek nekünk különleges. Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy tavasszal van egy hét, ami a szakszolgálatban igazán rólunk szól. A szakszolgálati hét keretében lehetőségünk van kitárni a kapuinkat az érdeklődők előtt, és betekintést nyerni egymás munkájába is, hiszen ahány ember, annyiféle módszer, eljárás, szokás, és meg annyi tapasztalat, tudás, érték. A szakszolgálati hét során vannak nyílt foglalkozások, szakmai műhelymunkák, előadások, pedagógus és szülőkonzultációk, kerekasztalbeszélgetések, ágazat és szakmaközi együttműködést elősegítő tanácskozások, szülőklubok és értekezletek, konferenciák, gyermekprogramok, ünnepségek, kirándulások és szakmai látogatások. Mitől is különlegesebb ez az idei szakszolgálati hét? Hiszen ha valaki megnézi a heti programokat, elsőre talán nem tűnik annak. Viszont ha azt mondjuk, hogy 15 év, akkor az mindenkinek mást és mást jelent. Játsszunk egy picit. Kérem, hogy próbálják meg felidézni az első 15 évük meghatározó emlékeit, eseményeit. Biztosan volt benned nehézség, küzdelem és meg annyi örömteli pillanat. A Cigándi Tagintézmény idén 15 éves. Ennek alkalmából vagyunk ma itt együtt. Mi is szeretnénk felidézni a meghatározó pillanatainkat.
A Borsod-Abui Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézménye 2009. január 1-én kezdte meg működését Záhony és Bodrog köztérségek egységes pedagógiai szakszolgálata néven. Az intézményt a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Záhonyi Többcélú Kistérségi Társulás hozta létre Záhonyi székhellyel és Cigándi telephellyel. 2012. december 31-én a pedagógiai szakszolgálati intézmények fenntartását átvette a Klebersberg intézményfenntartó központ, így 2013. szeptember 1-én már a Borsod-Abui-Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat Cigándi tagintézményeként kezdődött a tanév, a Cigándi járáshoz tartozó 15 település ellátásával. 2017-től intézményünk a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működik. Kérem, hallgassák meg Várnai Zseni Csodák csodája című versét Kopasz Blanka tehetséggondozós diákunk előadásában. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek. S a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz. Újjá teremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújhodás. A fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az élet magvakat. S a nap kikelti. Minden újra él. Fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítanám arcomat, s feledni minden búmat, harcomat. Élném időm, amíg élhetem, hisz csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt. Már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még. Csillagmécsem ki tudja, meddig ég. De most te tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem-e illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, s mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés. A mai napon velünk ünnepel, és ezen alkalomból tisztelettel köszöntöm a fenntartó, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatóját, dr. László István urat, és dr. Tózsa Rigóné dr. Nagy Juditot, a Miskolci Tankerületi Központ szakmai helyettesét. Felkérem dr. László István tankerületi igazgató urat, mondja el köszöntő gondolatait. Kedves vendégek, polgármester úr, hivatalvezető úr, főigazgató asszony, igazgató asszony, egy beszéd megalkotásában, elmondásában, szereplésében számomra három nehézség van. Az egyik megoldódott, hogy van-e pulpitus. Elárulom, hogy beszéd közben az ember a kezével nem tud mit kezdeni. Úgyhogy nagyon jó, hogy van egy pulpitus, amire rá tudja ezt tenni. A másik nehézség a beszéd elkezdése, a harmadik meg a beszéd befejezése. Nem véletlen, hogy sokan a beszéd elkezdésekor, vagy mondandójuk elkezdésekor valamilyen idézetet használnak. Most én is ehhez az eszközhöz nyúlok, egyrészt, hogy el tudjam kezdeni, fel tudjam venni gondolataim fonalát,
másrészt egy picit latinos műveltségemet is itt fitoktassam. Amíg itt ültem, illetőleg utaztam Miskolcról Cigánt felé, egy Seneca idézet jutott az eszembe, nem tudom szóról szóra mondani. Azt mondta ez a bölcs ember, hogy nem igaz, hogy kevés időnk van, az viszont igaz, hogy sokat elpazarolunk belőle. Micsoda bölcs gondolat ez, és mi minden van emögött az összetett mondat között, és vagy mögött, és hát fölmerülhet bennem az a kérdés, hogy az ide tartó körülbelül bő másfél óra az elpazarolt idősz volt-e, vagy sem. Lehet egy évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy igen, csak az élet olykor gyorba vágja az embert, és most már azt mondom, hogy dehogy volt, Isten őriz, ez egy nagyon, nagyon fontos másfél óra volt, mert ide értem is, itt tudok lenni ezen a jeles eseményen. Szülőként is kapcsolatban vagyok a szakszolgálattal, mert mind a két gyermekem logopédiára jár, a nagyobbik mozgásfejlesztésen is túl van már. Hát elpazarolt időszak volt ez idő, dehogy volt az. Tudom már, én is megtanultam, hogy mi az a nyelvlökéses nyelés, tudom, hogy miért probléma, tudom, hogy a fogorvos hogy tud segíteni rajta, tudom már én is azt, hogyha egy 4-5 éves gyermek négykézláb ereszkedve nem a válla mögött néz vissza, hanem a hasa alatt, az miért probléma, vagy a zsibzsup, kenderzsupnál hogy kell tartani a fejét. Ez sem volt elpazarolt időszak, ez mind-mind a szakszolgálathoz kapcsolódik, mind-mind azok a kiváló szakemberek mutatták ezt meg nekem, és tanítottak meg erre, akik az önök sorai között dolgoznak. És ekkor döbben rá az ember, hogy micsoda komoly tudomány ez a gyógypedagógia. Hajlamosak vagyunk ledinteni, és tegnap is elmondtam, hogy nagyon sokan, mikor pedagógusokról beszélnek, nem is gondolnak a gyógypedagógusokra, pláne nem azokra a szakemberekre, akik az ő munkájukat segítik, ugye a nevelőoktatón, a noksosok, ilyen csúnya szóval szoktuk mondani, vagy azokra a technikai dolgozókra, akik nélkül nincs szakszolgálat. Szóval végig sem szoktuk gondolni azt, hogy milyen tudás, milyen tapasztalat, mennyi tanulás van amögött, hogy gyermekeinkkel ilyen szinten foglalkozzunk. Sőt, ha a saját magam példáját mondom, nem csak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is foglalkozni kell, hiszen a fejlesztés nem maradhat a fejlesztő szobában, otthon is rengeteget kell foglalkozni a gyerekkel, mint ahogy én is, még a mai napig is mutatom a Trafipax, meg a kék Trabant, hogy az R betű az szépen pörögjön, és a gyermekek észesen veszik, hogy ők egy hosszasabb utazás során tulajdonképpen logopédiai gyakorlatokat végeznek. Ezt is a gyógypedagógustól tanultam, nem magamtól vagyok ilyen okos. Szóval ezek sem voltak olyan időszakok, amikre azt gondolnám, hogy elpazarolt idő lett volna. Én tudom azt, vagy sejtem azt, hogy nagyon sokszor azt gondolja mondjuk a cigándi szakszolgálat tagintézményének vezetője, hogy olyan messze van Miskolc, ezek úgysem foglalkoznak velünk, hát ki foglalkozik a cigándi tagintézménnyel, de foglalkozunk a cigándi tagintézménnyel is. Én tegnap is kihangsúlyoztam, most is elmondom, nincs olyan nap tulajdonképpen munkanap, ahol a szakszolgálat valamilyen formában ne kerülne az igazgatói asztalra, és hát a tagintézmények is ezáltal. Hát valamikor az egyikkel foglalkozunk többet, valamikor a másikkal foglalkozunk többet, de nem csak ünnepelni jövünk a szakszolgálathoz, hanem tessék elhinni, igenis egy nagyon fontos intézménynek tartjuk, sőt az egyik legfontosabbnak ezáltal, hogy ilyen komplex munkát végeznek. Beszéltem az idő múlásáról, a pazarlásról, amit én most nem szeretnék véghez vinni, nem szeretném az önök idejét pazarolni azzal, hogy az én gondolataimat tovább hallgassák, és most lenne egy valami frappáns lezárás, ami ugye a harmadik nehézsége egy beszédnek. Hát én külön ezzel nem készültem, ugyanazt tudom mondani, mint hogy a gyermekek egy kicsit halkabban természetesen, hogy boldog születésnapot kívánok a cigándi tagintézménynek, és ezúton is szeretném megköszönni valamennyi gyógypedagógus, illetőleg az ő munkájukat segítő szakember egész éves, egész évtizedes, másfél évtizedes munkáját. 15 évből 9-et egymás mellett töltöttünk, úgyhogy elég sok idő volt ez is. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, és tessék elhinni, tudjuk, hogy nagyon sokat dolgoznak, és tudjuk, hogy milyen fontos munkát végeznek.
még 15, 20, 30, 40 évet kívánok a tagintézménynek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a jó kívánságokat igazgató úrnak. Szeretettel köszöntöm Kerekes Barbarát, a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatóját, és az őt elkísérő helyettesét, Antal Anitát. Ez alkalommal köszöntöm a hozzánk ellátogatott tagintézmény igazgatókat és szakszolgálati kollégáinkat is. Köszönjük az intézmény fenntartó Miskolci Tankerületi Központnak és főigazgatóasszonynak, hogy támogatták a rendezvényünk létrejöttét és megvalósítását. Felkérem Kerekes Barbarát, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt polgármester úr, tankerületi igazgató úr, szakmai helyettes asszony, kedves kollégák, nagyon jó érzés egyébként itt állni, és újra veletek együtt ünnepelni. Engedjétek meg nekem a tegezést. Én egy kicsit tényleg úgy érzem, hogy egy családi körbe érkezek idehaza, és 2019-ben, amikor a Cigándi Tagintézmény a 10. születésnapját ünnepelte, én akkor kezdtem meg a főigazgatói munkámat, és ez volt az első olyan rendezvény itt Cigándon, ahol nekem köszöntő mondatokat kellett mondani. És nem tudom, hogy akár polgármester úr, vagy Judit emlékszik-e, vagy igazgatóasszony, de hogy én akkor egy családi rendszerhez hasonlítottam a szakszolgálat egész megyei intézményét, és ugye azt mondtam, hogy a tagintézmények képviselik a gyerekeket ebben a rendszerben, a főigazgatóságot a szülői szerephez, és hát a fenntartó pedig a nagyszülői, illetve az önkormányzatot a nagyszülői szerepbe tettem, sőt, még mondtam is, hogy esetleg el lehet dönteni, ki az anyai vagy az apai nagyszülői szerep, és én egy picit maradok ennél, főleg, hogy gyerekekkel kezdődött az egész ünnepség, és azt gondolom, hogyha most a Cigándi Tagintézményre gondolunk, akkor azért 10 évesből 15 éves lett, a kiskamaszból elkezdett serdülni most már, és 15 év egyébként szerintem egy, és tényleg visszagondoltam én is azokra az eseményekre, amit ugye az első 15 évben megél az ember, szerintem nagyon fontos, és nagyon fontos alapokat tud adni az elkövetkezendő évekre. Az elmúlt 5 évben azt gondolom, egy picit visszatekintve, nem csak korban fejlődött a Cigándi Tagintézmény, de hogy egy kicsit, hanem fajsúlyilag, és most nem akartam mondani, hogy testsúlyban is hízott, de igenis növekszik a Cigándi Tagintézmény, és nem feltétlenül statisztikai adatokkal szeretnélek benneteket untatni, de hogy 2019-ben 8 fő volt a főállású pedagógusoknak a száma, a nevelő oktató munkát kisegítő dolgozók száma, az meg volt a 2, viszont a technikai kisegítő munkakörben nem volt kolléganő, ott még megbízási szerződéssel oldotta meg a tagintézmény ezt a feladatot. 2 év múlva már elkezdett növekedni egyébként a pedagógus létszám, szépen felcsúszott a 9, majd 10 főre, és hál' Istennek egy fél státusszal már az a kisegítő technikai munkakör is főállással sikerült betölteni. Jelenleg pedig 12 főállású pedagógus dolgozik, 2 nevelőoktató munkát és a félállású kisegítő dolgozó. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt 5 évben én ezt egy jelentős növekedésnek gondolom, és hál' Istennek ez a fajta növekedés azért nagyon sok szempontból múlik a tagintézmény igazgatón és az ő
aktivitásán, mert azt gondolom, hogy aki nem hívja fel magára a figyelmet, az nem is kapja meg azt a figyelmet. Bea felhívja magára a figyelmet, és ezáltal ki is tudja harcolni ezt a fajta figyelmet, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos olyan erőforrás, amit az intézmény növekedése érdekében ő beletesz ebbe a munkába. Azért voltak olyan esetek, hogy a helyettesítő helyettesítője is volt, és minden egyes helyzetet azt gondolom, hogy nagyon előremutatóan sikerült megoldani, és én itt szeretném megköszönni a Miskolci Tankerületi Központ, mint fenntartónak azt a partneri hozzáállást és azt a fajta szemléletet, hogy tényleg azt tudjuk érezni, hogy ez egy fontos megyei intézmény, és minden egyes tagintézmény azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. A Cigándi tagintézmény erősségeire gondolva, egyrészt azt gondolom, hogy ez a növekedés is az ő erősségét jelenti. A másik erősség, egy kicsit vagy a következő erősség, az a szakmai munkában rejlik. Nyilván, ahogy nő a szakemberek száma, az a szakmai tudás is azt gondolom, hogy bővül az intézményben, és én külön köszönöm, és nagyon büszke vagyok, hogy a megyei munkaközösségek vezetői feladataiban 7 megyei munkaközösség működik most jelenleg a megyében, és abból 2 munkaközösség vezetését a Cigándi tagintézmény szakemberei, akiket itt már láthattunk, Kocsi Nényi Zsák Emma és Nagy Tóbiás Katalin látják el. Én azt gondolom, hogy ez is azt az aktivitást tükrözi. Az egyik a logopédiai munkaközösség, a másik pedig a tehetséggondozó munkaközösség. És van még egy harmadik erősség is, azt gondolom, ami megint egy kicsit kuriózum szerintem a tagintézmények között. Nyilván rálátásom van arra, hogy melyik tagintézmény hogyan is sáfárkodik a kapcsolataival, milyen a kapcsolatépítés. Nagyon-nagyon, hál' Istennek azt elmondhatom, hogy nagyon sok tagintézmény nagyon jó kapcsolatot ápol a helyi városi önkormányzatokkal és a környező települések polgármestereivel, és viszont mégis különleges egy kicsit Cigánd ebből a szempontból, mert hogy ebben a városban a Cigándi tagintézmény olyan szinten része, és egy nagyon-nagyon fontos intézménye ennek a városnak, és itt gondolok a kulturális eseményekre, gondolok még a sporthoz kapcsolódó, a futballegyesülethez kapcsolódó viszonyához, tehát hogy annyira benne van ebben a körforgásban, és én itt szeretném megköszönni Cigánd város önkormányzatának, polgármester úrnak, hogy kiaknázza egyébként az intézményben rejlő lehetőségeket, mert hogy van mire építeni. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit speciális intézménynek tűnik egy pedagógiai szakszolgálat, de nagyon sok erőforrás van benne, olyan sokrétű kollégák dolgoznak. Azt gondolom, hogy nem könnyű ennyi gyerkőcöt. Nyilván egy óvónő vagy egy tanítónak talán ebben sokkal nagyobb gyakorlata van, de fantasztikus szerintem, amit itt a kollégák rendszeresen összeraknak és foglalkoznak itt a gyerekekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon és nagyon előremutató történet és példaértékű szerintem a megyében. És gondolataim végén azt gondolom, hogy születésnap jó kívánság nélkül szerintem nincs, és én azt kívánom a Cigándi tagintézmény kollégáinak, hogy merjenek nagyot álmodni. Azt gondolom, hogyha nincsenek álmaink, és nem merünk nagyokat álmodni, akkor esély sincs arra, hogy egyszer ezek az álmok megvalósuljanak, és szeretném sarkalni őket, és tényleg azt kívánom, hogy az a fajta aktivitás, az a fajta energia, amit beletesznek egyébként a kötelező órákon kívül ebbe a tagintézménybe, azt ugyanilyen energiával tudják továbbvinni, és én
talán mellé tudok állni, és minden szempontból mellé tudok állni, hogy az álmok megvalósításában az biztos, hogy a személyemben támogatást élvezhettek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és boldog születésnapot kívánok! Mikor a tavasz osztja csókjait, s a zöld erdőkön napsugár ragyog, felébrednek a nedves pázsiton pici, fehér kis földi csillagok. A harmadcseppes réteg básonyára fehéren hull ezer csillagvirág. Felette lágyan elsusog a szellő, s az erdő szélén integetnek a fák. Volt egyszer egy csillag, fényes, ragyogó. Ezüst sugártól tündökölt az ég. Reggeli sokáig oltogatta erős fényét a kékes messzeség. Egyszer meglátott messze valahol egy sápad fényű testvér csillagot, de elvesztette, s keserves bánatában a horizonton végigvágtatott. Aztán széthullott ezer kis vadvirágra, s a földre hullva többé nem ragyog. A tölgyfa erdők pázsit szőnyegén keresik azt a sápadt csillagot. Verseim picin csillagvirágok, s én egy hulló csillag vagyok. Ezer darabra tép fel lelkemet, keresem azt a testvércsillagot. Köszönjük szépen, főigazgató asszony kedves szavait! Az előző percekben Vas Albert Csillagvirágok című versét Deák Dóra tehetséggondozós diákunk adta elő. Cigendváros önkormányzata és a cigándi tagintézmény között szoros, jó együttműködés alakult ki az évek során. A szakszolgálati héten több programunkat és a mai rendezvényt is támogatták, amit ezúton is köszönünk nekik. Szeretettel köszöntöm körünkben Olá Krisztián urat, Cigándváros polgármesterét, Tóth János alpolgármester urat, és Szepesi Márk jegyző urat. Felkérem polgármester urat, mondja el ünnepi gondolatait. Köszönöm szépen. Tisztelt hivatalvezető úr, főigazgató asszony, igazgató úr, nagy tisztelet úr, tisztelt megjelent testületi tagok, kedves vendégek, kedves kollégák. Amikor néztem a műsort, folyamatosan az állt az eszembe, hogy volt egy tévéműsor, az volt a cím, hogy okosabb vagyok, mint egy ötödikes, vagy valami ilyesmi. És pont arra gondoltam, hogy nehogy beégjek itt a sok gyerek előtt, mert ők olyan szépen beszélnek, olyan értékes dolgokat mondtak, hogy nehéz velük versenyre kelni, de azért engedjék meg, hogy megpróbáljam. A pedagógiai szakszolgálat munkája, mint ahogy hallottuk, cigánnó már 15 éves múltra tekint vissza. Azt mindannyian tudjuk, hogy a térségi települések, és itt köszöntöm a polgármestereket is, akik elfogadtak a meghívást és eljöttek, a települések gyermekeinek, tanítóinak, családjainak nyújtanak segítséget, amely a legtöbb esetben természetesen igyekszik eleget tenni a lakóhely közeli ellátás formájának. Az intézmény dolgozói évről évre a megújuló intézményben, gyermekbarát környezetben, korszerű szakmai eszközparkkal felszerelt telephelyen várják a klienseket a Dózsa György utcában, bár finoman jelzem, hogy egy pici tetőcsere, meg egy szigetelés még azért ráférne az épületre, de erről majd beszélhetünk később. Az intézmény dolgozói kollégák munkáját van szerencsém személyesen jól ismerni, és bár az intézmény működése teljesen elkülön az önkormányzattól, többször is hallhattuk, mégis kollégáknak tekintjük őket, hiszen jól beilleszkednek a térség életébe, szerves részei a,
részt vállalnak a városi rendezvényekben, de ha kell, sütnek, főznek, sőt, sportrendezvényeket is szerveznek. Az elmúlt években több száz gyermeknek segítettek, a csecsemőkortól a tanköteles korosztályig. Munkájuk széles spektrumot ölel fel, ezért szinte minden nap találkozhatunk velük. Minden területet önzetlenül lefednek, ahol lehetőséget kapnak. Mi pedig szülőként, én is három gyerekes apaként a mindennapi életben lassan rájövünk három gyerek után is, hogy bármennyire igyekszünk otthon, képtelenek vagyunk otthon olykor segítséget nyújtani a gyermekünk fejlődésén bizonyos helyzetekben. És rögtön egy személyes példát is mondjak, itt Emmácska, aki megszólalt, a koppány fiamat hozzáhordtam annak idején logopédushoz, hiszen feleségem szerint lógott a nyelve, és talán ez a, nem biztos, hogy ez a megfelelő szakkifejezés, de ő ezt mondta, és valóban sejpített. És volt egy versik, ami azóta is megragadt bennem, ami úgy szólt, hogy Sánta süni sétál, Sánta lábbal bálba nem jár. És végighallgattam ezeket az órákat, és nem tudtam elképzelni, hogy hogy lesz egy ilyen versből vers által valaki jó beszédű, vagy jobb beszédkészséggel rendelkező. Hát csak sikerült, úgyhogy engem meggyőzött ez a munka. Nyilván több száz más vers is elhangzott, mindegyiket nem tanultam meg, de látom, hogy működik a rendszer. A pedagógiai szakszolgálat munkájába egy kicsit belelátva azt érzem, hogy valóban óriási jelentősége van a szavaknak, hiszen pont a megfelelő szavakkal teremtünk olykor esélyt, reményt, vagy éppen önbizalmat valakinek, akinek ezt az otthoni környezet sokszor nem tudja, vagy nem akarja biztosítani, és ez nem feltétlenül biztos, hogy a lakókörnyezetnek a hibája. Fontos a korai felismerés, ezért nagyon fontos szerepe van abban az oktatási intézményeknek, hogy időben küldjék a jelzést, időben kérjenek segítséget egy-egy gyanú esetén, de nem biztos, hogy ezt is gyanúnak hívják, de én így fogalmaztam meg. Ha viszont a tehetséggondozásról van szó, akkor szemtanulni lehetünk pont a minap a héten, amikor volt egy rendezvény, amikor a pedagógiai szakszolgálat munkatársai besegítettek, illetve ők szerveztek egy rendezvényt, amelyiken két fiatal lépett fel, Jóni Antal és Felcsák Brigitta. Na hát ezen a rendezvényen az ő életútjukat ismerhettük meg, és bevallom, meg is könnyeztem, és mélyen elgondolkoztatott a pedagógiai szakszolgálat jelenléte, de ez csak megerősített abban, hogy ennek a munkának folytatódnia kell, és ezt erősíteni kell minden oldalról. Az ő életüket, ennek a két diáknak az életét teljesen megváltoztatta a szakszolgálati dolgozók törődése, odafigyelése. És ilyenkor felismerő gondolat, hogy ki tudja, hány gyerek van még, aki ilyen segítséget nem kap, és talán szüksége lenne rá. Ha ők nem avatkoznak be mondjuk ennek a két gyereknek az életébe időben, akkor talán soha nem határoznak meg olyan célukat maguknak, mint az egyetem és a diploma megszerzése, mert itt konkrétan ez hangzott el. Kedves Bea, Kata, Emma, Enikő, Adrienből kettő van, Judit, Hajni, Dominika, Ági, Dóra, Marietta, Mónika, Zsuzsa, Ildikó, engem és a városunk vezetését lenyűgöz a munkátok, nagyon büszkék vagyunk rátok, és szívből örülünk, hogy vagytok nekünk. Fogadjátok önkormányzatunk elismeréséül azt a csokor virágot, illetve azt az oklevelet, amit készítettünk nektek. És ha lehet, a dolgozókat megkérhetném, hogy följönnek egy közös képre a színpadra mindenkit, akit említettem, akik itt vannak. Itt van mindenki? Majdnem. Akkor aki itt van. Legyen egy közös fotónk. Kampány is van, jól is jön. De nyilván nem ez az elsődleges cél. Itt egy fél.
Nem tudom, hogy volt-e ilyen fotó tervezve, de most már, ha megengeditek, akkor lesz. Fogadjátok szerintem, nem ismerjük a levet. Jön valaki csinálni a fotót? Andi, sok már, oké. Bejövök, én megértek, jó? Én pedig magam részéről megköszönöm a meghívást és a lehetőséget. Isten éltesse mindannyiótokat. Boldog születésnapot! Akkor érted meg nagyapád igazát, ha érzed a föld szagát, illatát. A földnek, melybe búzamagot ő vetett, ha szárba szökkent, nevetett. Ha táncolt, hajladozott, nézte azt, mert ember volt ő, magyar paraszt, ki értette a fájon bugó szeleket, a fába vésett karcolt, igaz jeleket, ki az állatokhoz is beszélt, s kerülte okosan a szembeszélt, s megbecsülte a szent rögöt, az anyait, a zsírosat, az örököt. És mikor otthon kenyér sült, kezet mosott, s az asztalhoz ült, és érezte a sülő kenyér illatát, és ő is megértette nagyapja szavát. Mert a vér nem válik vízzé, csak cselekedjél, bízzál, s higgyél, mert vannak még nagyapák, kiknek nem roppanthatták derekát, kik a múltat őrzik ott legbelül, csak hallgasd őket csendben, emberül. És mikor a lelked a beszédben elmerül, s a múlt szava halkan rád terül, akkor vidd tovább a hírt, a tudást, és ne csak nézzed, de lásd, és tedd és akard, mert lehet a kezedben kantár, kaszab, kard, ekevas pálca vagy sercegőtól, és lehetsz bárhol és bármikor. Jussodat, mit kaptál, ne feledd. Óvd, mint lelkedet, létedet, lélegzetedet, mert nélküle élni szánalom, sajgó keresés, torzult vágy, kudarc halom, s csak fényevesztett utakat látsz, s lassan mindegy már, hogy kivel ház, múltad, jelened, jövőd elveszett, vakon botorkálsz, élvezed! Ezért vigyázz mindig az ős szóra, a minden tóvó tanítóra, és legyen benned méltóság, büszkeség, tartás, jóság, mint őseidben egykoron, mely átívelt korokon, s határokon, és te is veted majd a magot, és nézed a messze szemű csillagot, az égen ragyogó csodát, mely millió érzést von át. És ha fentről meghallod nagyapád szavát, te is örökre érezni fogod földed illatát, földed szagát, és ember maradsz. Köszönjük szépen polgármester úrnak a kedvességét, az elismerő és dicsérő szavait, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon jól esett nekünk. Filip Simon tehetséggondozós diákunk Szőke István Attila Földed illata, földed szaga című versét mondta el nekünk. Köszöntjünk körünkben a Bodrogközi térség polgármestereit, köznevelési intézmények vezetőit, Cigányváros intézmény vezetőit és minden megjelent vendégünket. A Cigándi tagintézmény neve már összefort Kopasz Gáborné tagintézmény igazgató nevével, ami kezdetektől 15 éve vezeti és irányítja a tagintézményt. Felkérem most Beát, mondja el az ünnepi gondolatait. Köszönöm.
Én készültem. Mert különben szétszélednek a gondolataim, és ezt senki nem szeretné, hogy még holnap is mondjam. De azért, mielőtt elkezdem olvasni, azért azt elmondanám, hogy 5 éve is itt álltam. Ugye, akkor ti sírt szemekkel, mert annyira izgultam. Hát ma már nem sírtam, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogok. Maximum azt, hogy fejlődtem az 5 év alatt egy kicsit, vagy egy nagyon, nagyon, nagyon picit. A másik dolog, hogy amikor reggel felkeltem és megláttam, hogy milyen az idő, akkor kicsit készségbe estem. De aztán rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen idő van, mert hogy ünnepelni jövünk ide. És ez valóban egy szép nap. A harmadik dolog pedig az, ami megfogalmazódott itt közben bennem, hogy Barbara vagy gondolatolvasó, vagy megleste a szövegemet, mert hogy nagyon jól kapcsolódott az én gondolataimra. Szóval nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki megtisztelt ma minket a jelenlétével. 15 év hosszú idő, de attól függ, honnan nézzük. 15 év egy ember életében sok, de mint intézmény fiatalok vagyunk. 2009-ben alakultunk a Bodrogközi Többcélű Kistérségi Társulás gondviselése alatt. 2 szakalkalmazottal, 2 szakfeladat ellátásával. Terjék Istvánné, itt ül a soraink között, akit külön köszöntök, hiszen ő is. Marikám, állj föl, kérlek szépen, bárhol vagy. Külön köszöntjük Marikát, hiszen ő volt a 2 személyes kis csapatunk másik tagja. Szakalkalmazotti létszámunk és szakfeladataink évről évre növekedtek. Jelenleg 12 szakalkalmazott és 4 nevelő oktató munkát segítő kolléga dolgozik a tagintézményben. Valamint 3 óraadó szakember segíti a munkánkat, összesen 6 szakfeladaton. 2013-tól a Miskolci Tankerületi Központ fenntartása alatt működünk. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak volt és jelenlegi fenntartónknak a számunkra nyújtott segítségért, figyelemért, támogatásért. Hiszen érezzük, hogy egyformán fontosak vagyunk Cigándváros önkormányzatának és a Miskolci Tankerületnek egyaránt. Hálásak vagyunk érte, hogy bármikor bizalommal fordulhatunk hozzájuk. Nagyszerű alkalom ez a mai nap arra, hogy elmondjam, együttműködő partnereink nélkül milyen nehéz lenne a működésünk. Köznevelési szerepvállalásunk nem csak a nevelő-oktató munkát végző intézményekhez kapcsolódik, hiszen a települési önkormányzatok is fontosak számunkra. Ők is segítik a működésünket, ellátásaink biztosítását. Köszönjük ezt nekik. Itt emelném ki külön Pácin és Bodroghalom község önkormányzatát. Ezen a 2 településen működik szakértői bizottsági decentrumunk, így azok a családok is eljutnak a vizsgálatokra, akik szociális helyzetük miatt és tömegközlekedés hiányában nem tudnának elutazni ide Cigándra. Ezek a decentrumok szükség szerint más feladatok ellátására is alkalmasak. A nevelési oktatási intézményekkel van a legszorosabb kapcsolatunk. Minden óvodában és iskolában kihelyezett ellátásokat biztosítunk több szakterületen is. Legyen az akár nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés vagy tehetséggondozás. Köszönetet mondok hát az intézmények vezetőinek és pedagógusainak egyaránt az együttműködésükért, és hogy lehetőségükhöz mérten megtalálják számunkra a legalkalmasabb helyszínt az ellátásaink biztosításához. Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai és ágazatközi kapcsolatainkra is. Az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki a szociális ágazat képviselőivel. Egyre több bölcsöde és biztos kezdett gyerekház működik a járásban, ahol munkatársaink a felmerülő igények alapján szintén heti rendszerességgel jelen vannak a korai intervenciós ellátással. Szintén Bodrogközi illetékességű intézmény a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat. Hozzánk hasonlóan ők is jelen vannak minden településen.
Közös munkánkat a kölcsönösség jellemzi, hiszen egymást segítve, támogatva, kiegészítve dolgozunk a családokért, a gyerekekért. Szükség szerinti esetekben a gyámhivatal munkatársaihoz is fordulhatunk bizalommal. Tudjuk, milyen fontos a korai felismerés. Ebben a legnagyobb szerepe a védőnőknek van, akik már a korai életszakaszban hozzánk irányítják a gyerekeket, akár szakértői bizottsági vizsgálat, akár korai fejlesztés céljából. Mindemellett fontos szerepük van a gyógytestnevelési besorolások elkészítésében is. Itt köszönjük meg a diagnosztikai eljárások folyamatában nyújtott segítségét a gyermekorvosoknak és a gyermekszakorvosoknak is. Vannak olyan intézmények, szervezetek, akik megtisztelnek minket azzal, hogy felkérnek arra, szakmai tudásunkkal, tapasztalatainkkal segítsük tevékenységeiket. Helyi szinten fontos, de rendhagyó partneri kapcsolataink is vannak, melynek köszönhetően színesítjük egymás munkáját. Együttműködünk a református egyházzal, a Cigándi Innovációs és Sportegyesülettel, a Bodrogközi Múzeumportával és a TK Műhelyjel is. Főként szakmai előadások, műhelybeszélgetések, valamint táborok szervezése és lebonyolítása kapcsán fordulnak hozzánk. Mindig szívesen teszünk eleget ezeknek a felkéréseknek. Örömünkre szolgál, hogy Cigándváros önkormányzata is számít ránk egy-egy ünnepi esemény vagy rendezvény kapcsán, melynek sok esetben a Nagy Dezső Művelődési Ház ad otthont. Tehetséggondozós diákjaink már itthon érzik magukat, de kültéri ünnepségeken és a várost képviselve különböző pályázatokon is szívesen vesznek részt, hiszen megmutathatják és kibontakoztathatják tehetségüket. Partneri kapcsolatainkat szélesítik a mindenkori pályázati lehetőségek, melyet a térségben igyekeznek nagyon jól kihasználni. Megtisztelő számunkra, hogy minden pályázat elkészítése és megvalósítása során számon tartják a pedagógiai szakszolgálat igényeit és szükségleteit, megkönnyítve ezzel munkánkat. Legyen az eszközbeszerzés, továbbképzési lehetőség, vagy az ellátásokhoz való hozzáférés elősegítése. Külön köszönjük hát a Magyar Református Szeretetszolgálatnak azt, hogy klienseink utaztatásával segítették feladataink megvalósítását, és a gyermekesélypályázatnak a diagnosztikai és terápiás eszközállományunk bővítését, valamint a szakirányú továbbképzési lehetőségeket. Mindezekből látszik, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű járásában is lehet széleskörű feladatellátást biztosítani, lehet nagyokat álmodni és megvalósítani azokat. De a legnagyobb hálával és köszönettel azoknak tartozom, akik nélkül ez az intézmény nem működne, és itt fogok elérzékenyülni, hát ők a kollégáim. Nem menne ez elhivatott, lelkes, szakmailag felkészült szakemberek nélkül. És nem működnénk a segítő munkatársak nélkül sem. Köszönetet mondok hát minden egyes kollégámnak, az itt jelenlévőknek és a távollévőknek is, a főállású és óraadó kollégáknak is, hogy mellettem állnak, támogatnak. Sokszor már a gondolataimat is ismerik, tudják, kitalálják, és bármilyen ötlettel, bármilyen kéréssel állok elő, ők megvalósítják azt. Hát kérek szépen a lányoknak egy nagy tapsot még egyszer. Hiszen ők ennek az intézménynek a mozgatórugói, azt gondolom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ezúton szeretnék köszönetet mondani főigazgatóasszonynak, igazgató úrnak, és szakmai helyettes asszonynak. És most én kérném, nem beszéltünk össze polgármester úrral, de én is kérném, hogy fáradjatok föl a színpadra. Thank you.
Köszönöm még egyszer, hogy megtaláltad. Köszönjük be a kedves szavaidat. A következőben tagintézmény igazgatói elismerések átadása következik. Kopasz Gáborné tagintézmény igazgató elismerést ad át 15 éves munkája elismeréseként Terjék Istvánné logopédus részére. Megkérem Marikát, jöjjön fel a színpadra. Terjék Istvánné Marika a kezdetektől, azaz 2009. január 1-től dolgozik intézményünkben. 2016. márciusáig egyetlen logopédusként látta el a logopédiai feladatokat, kezdetben 12, majd 10 óvoda nagycsoportos gyermekének artikulációs terápiáját végezte teljesen egyedül. Szakszolgálatunk oszlopos tagja volt 2018. június 30-áig nyugdíjba vonulásáig. Azonban a mai napig is meghatározó személy intézményünkben, hiszen óraadóként heti 10 órában számíthatunk rá, vagyis egy félállásnyi óraszámban dolgozik jelenleg is. Köszönjük odaadó, lelkiismeretes, áldozatos munkáját, amelyet az elmúlt 15 évben intézményünknek szentelt. Köszönöm szépen! Kopasz Gáborné tagintézmény igazgató elismerést ad át több mint 10 éves munkája elismeréseként Rohájné Hegedűs Judit pszichológus részére. Kérem Judit, gyere fel a színpadra! Rohájné Hegedűs Judit 2013. februárjában szerezte meg pszichológus diplomáját, mellyel 2013. szeptember 1-én helyezkedett el intézményünkben. Azóta intézményünk egyetlen főállású pszichológusa. Nevelési tanácsadás keretében pszichológiai ellátást biztosít szakértőbizottsági tevékenység keretében intelligencia vizsgálatokat végez, de segítette már munkánkat tehetségkoordinátorként, végzett tehetségszűréseket is. 2018-ban tanácsadó szakpszichológus végzettséget szerzett, majd több szakirányú továbbképzésen is részt vett. Többek között családterápiás önismereti képzésen, de tanult az agresszió kezeléséről, a gyászlélektanáról és a gyászolók segítéséről, valamint sorsanalitikus tanácsadó is. Köszönjük odaadó, lelkiismeretes, áldozatos munkáját, melyet az elmúlt több mint 10 évben intézményünknek szentelt. Kopasz Gáborné tagintézmény igazgató elismerést ad át több mint 10 éves munkája elismeréseként Vicickóné Papik Adrián gyógypedagógus részére. Megkérem Adrit, jöjjön fel hozzánk a színpadra. Vicickóné Papik Adrián 2012. novemberében lett intézményünk szakszolgálati titkára. Lelkesedése, motivációja folyamatos fejlődése sarkalta. 2020-ban gyógypedagógiai asszisztens végzettséget szerzett, majd 2023-ban gyógypedagógussá vált pszichopedagógia szakirányon. Így már egy éve segíti szakmai munkánkat, nevelési tanácsadás, valamint korai fejlesztés és gondozás szakterületen. Köszönjük elhivatottságát, lelkesedését és lelkiismeretes odaadó munkáját, melyet több mint 10 éve áll tagintézményünk szolgálatában. Köszönöm.
Kopasz Gáborné tagintézmény igazgató elismerést ad át több mint 10 éves munkája elismeréseként Balla Enikő gyógypedagógus részére, aki sajnos betegsége miatt most nem tud jelen lenni. Balla Enikő 2012. augusztus 15-től dolgozik intézményünkben gyógypedagógus munkakörben. Az elmúlt 12 évben szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás és korai fejlesztés és gondozás szakterületen is számíthattunk magas színvonalú szakmai munkájára. Gyógypedagógus végzettsége mellett fejlesztő pedagógus diplomát, majd fejlesztő differenciáló szakterületen pedagógus szakvizsgát szerzett. Számos pedagógus továbbképzésen vett részt, melyek során széles körű tudásra tett szert, akár a mozgásfejlesztés, a gyógypedagógiai vagy pszichodiagnosztikai területeken. Köszönjük odaadó, lelkiismeretes, áldozatos munkáját, melyet az elmúlt több mint 10 évben intézményünknek szentelt. Köszönjük szépen. Enikő sajnos lebetegedett, de természetesen megkapja majd az elismerését. Ünnepségünk végén nekem már nem maradt más feladatom, mint hogy magam és kollégáim nevében megköszönjem megtisztelő figyelmüket, és hogy velünk ünnepelnek.